napirendi pontunk a Szolnok, lehetett volna itt az intézmény vezető is, de most már sorrendbe megyünk. A Szolnok térségi hulladékgazdálkodási társulás megállapodásainak módosítása. Társulási ülésen alpolgármester asszony volt jelen. A korábbi társulási üléseken már elhangzott, és én valószínű, hogy a testületnek is mondtam, hogy átalakítás alatt áll a hulladékgazdálkodási rendszer. A Nemzeti Koordináló Központ alá 19 megyei szinten működő regionális szolgáltatót kell létrehozni, és a korábbi hulladék szolgáltatókkal fölmondták a, vagy nem kapták meg a tanúsítványt, a továbbiakban csak alvállalkozóként tudnak részt venni. Abony városa 2003 óta a Szolnok térségi hulladék gazdálkodási rendszernek a része, és Szolnok megyében jelenleg 4 társulás útján több szolgáltató látja el a feladatot. Kísérletet tesznek rá, hogy in-house céggel tudják továbbvinni a hulladékgazdálkodást, és a 4 társulásból egy regionális vagy megyei központot hoznak létre. Ennek a lépésnek az előzetese, hogy a Tiszazuki társulás az tulajdonrészt vásárol és beolvad a Szolnok térségi hulladékgazdálkodási társulásba. Tehát a 4-ből centralizáció történik, és a további tartalmazza a társulási megállapodás, hogy magának a közszolgáltatónak a kiválasztása is a társuláson keresztül fog történni. Elmondta a polgármester asszony, hogy a Törökszent Miklósi polgármester úr kételyeket fogalmazott meg, és ez abból adódik, én rákérdeztem, hogy ne legyen aggályos senkinek sem. Szolnok az egyedüli nagyobb település a társuláson belül, aki saját hulladékszállító céggel rendelkezik még. Az összes többinél már az NHS Szolnok végzi a szolgáltatást, és egyfajta biztosítókot kérte a polgármester úr, hogy ha máshogy nem alvállalkozóként a saját cége tovább, mármint az önkormányzat saját cége továbbra is ezt a feladatot el tudja látni. Tehát nem magával a társulási megállapodás módosításával volt gondja, és valamennyi önkormányzat megszavazta. De a testületi polgármester megszavazta a társulási ülésen, de a társulási szerződés módosítását minden egyes tagönkormányzatnak jóvá kell hagynia. Erről szól az előterjesztés, ez egy minta előterjesztés, ennyi. Nem fogunk elővásárlási joggal élni. A Szolnok megyei jogú város a saját tulajdonú részéből 100-100 000 forintot a Tiszazuki társulásnak ajánl föl megvételre, és ha minden önkormányzat lemond az elővásárlási jogról, akkor így a két társulásnak a fúziója az létre tud jönni. Van-e valakinek kérdése? Habony képviselő úr, jól szó. Biztos nagy buli lehet ez a hulladék gazdálkodás, mert örökké belenyúlnak, meg kavarják, ugye. Most már megkaptuk az első 3 havi csekkeket, hálá Istennek, amit teljesítettek. A központból, igen, de nem ebből akarok foglalkozni, hanem azt szeretném megkérdezni, hogyha itt mindenki átszervez, meg kilép, meg megvásárol, meg egyéb, akkor Abony városa fölmelegítheti-e azt a töltött káposztát, hogy ebből az egész bagázsból kilépünk és átmegyünk Ceglédre. Ami lényegesen olcsóbb, mint 2 póra, vagy nem 2 pó, hanem mi az Isten, szállítani a szemetet. Ez már a fölmelegítésről szó volt egy fél évvel ezelőtt, amikor mielőtt véglegesen szerződést kötöttünk az NHS, úgymond véglegesen, a 10 éves megbízásra az NHS Szolnokkal, hogy a saját cégünket újraélesztjük-e, és viszi a hulladékot. És akkor sem volt még garantált, és a mai napig a kompenzációk nem érkeznek meg a szolgáltatóhoz. Tehát ezt meg tudja csinálni egy nagy cég, ahol tud várni 3 hónapot, fél évet a kompenzációra, mint ahogy a számlázás nem volt a mai napig
rendbetéve, a kompenzáció sincs. Azt mindenkinek tudnia kell, hogy a lakosságnak a fizetési morálja attól, hogy centralizálva lett, nem változott. És a befolyt összegeknek a 70%-át osztják vissza a szolgáltatók között. Tehát magát a koordinációs központot, meg ezek után a 19 regionális vagy megyei szintű szervező akármicsodát is el kell tartani abból a pénzből, amit a lakosság befizet hulladékszállítás gyűjtés címén. Nem tudom, hogy mi érdeke lenne az önkormányzatnak, mikor ezzel már térségi szinten és a díjak nem változtak, nem a saját cégünk végzi, nem mi könyvelünk, nem kell bepótolnunk, addig mi csináltunk, 56 milliót vállaltunk át, ugye, fizettünk ki, aztán végül 20-akárhány millió lett a vége. Megszabadultunk egy veszteséges szolgáltatástól, változatlan jó minőségben ellátják, mindent, ami amikor jóvá hagytuk a szerződési feltételeket, vállalták, a zöld hulladékszállítást, a lomtalanítást, mindent, akkor most miért kéne nekünk Cegléthez tartozni? Cegléden az ökovíz az társult a bajaiakkal. Jelenleg miről van szó? Baja előre nyomult, és csinálni szeretne regionális szinten Duna-Tisza közi hulladék gazdálkodási rendszert, és arra prosperál, vagy pályázik, hogy a mátrai erőműhöz hasonlóan egy hulladékégetőt fog valahol a térségben megcsinálni. A mai napig rendszer szinten nincs rendezve a szelektív hulladék sorsa, az újrahasznosítás sorsa, a reziduális mennyiség, ami utóválogatás címén, hogy ne kerüljön a lerakóba még hasznosítható és égethető anyag, annak a sorsa, mert csak mátrai erőműbe lehetne elégetni. Nem hiszem, hogy ebbe önkormányzati szinten nekünk bele kellene nyúlni. Addig, amíg a lakosságnál a szolgáltatás működik, a településnek a saját büdzséjéből nem kell hozzá bepótolni, addig én úgy gondolom, hogy bocsánatot kérek, ezt a játszmát fölöttünk lejátsszák nélkülünk. És hiába menni, mi előnyünk származik benne, kockáztatunk egy működő rendszer. Tehát én nekem mindig az a problémám, ha egyszer valami működik, akkor nem kéne szétbombázni. De én nem akarok ilyen szinten belemenni, hogy most ki hol akar, csak azt nem mondjátok, hogy itt építsünk erőművet, hulladékégetőt, majd akkor még én is zöld leszek nagyon. Nem munkahelyet csinál. Biztos, hogy nagy üzlet. Jelenleg még nem biznisz, biztos, hogy az, mert a hulladékkal valamit kezelni kell, hasznosítani kell, és nem tudom elképzelni, hogy a költségcsökkentés, és most nem akarok ilyen szinten menni, hogy ez hozamosan tartható lesz, hogy ezt a problémát kezelni tudják. Főleg így nem. Vigyék, az lenne a legjobb, ha állami szinten lenne, azt nem is tudnánk, csak arról, hogy elvitték a szemetet. Kérem, hogy fogadja el a társulás, a képviselőtestület a társulási szerződésnek a módosítását, és hogy tudomásul vesszük, hogy az elővásárlási jogról lemondunk. Nekünk más dolgunk nincsen, megoldják helyettünk, oldják meg, örülök neki, ne legyen szemetes a városunk, vigyék el továbbiakban is. Indulhat a szavazás. Tizenegy igennel elfogadta a testület. Köszönöm szépen.